Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag péntek, Samstag szombat, Sonntag vasárnap. Megnézzük, hogy mi történik a pénteki napon, milyen az energia, az itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor légy ez a büszke királynő. Tartsd kezedben szimbolikusan ezt az arany kelyhet. Ez az arany kehely szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél érzelmekről van szó. Jelentheti az intuíciódat is. Foglald el a helyedet az életben. Légy magabiztos. Hallgass a belső hangodra. Figyeld az eseményeket. Ami ezt a férfit illeti, ő itt alul látható. Mindkét kártyán a kezében van ez a bot. Jelenti a tűz elemét. Lehet, hogy ő kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, de itt látható ezen a képen, hogy előre ugrik, türelmetlen, meggondolatlan. Az is előfordulhat, hogy mond neked meggondolatlanul valamit, ami megbánt téged. De majd ő átgondolja a dolgokat, az a fontos, hogy ne reagálj erre. Ne vedd ezt komolyan. Őrizd meg itt ezt a királynői tartást. Ügyelj a saját érzelmeidre. Szombat az itt látható. Nála vannak kihívások. Van egy harc, te győzni fog. Ő tervez egy új kezdetet, az itt látható a tízes számnál. De a kép mutatja, hogy nagyon sok mindent cipel. Lehet, hogy sok a munkája, vagy vannak nehézségek nála az ő környezetében. És te, mint egy királynő, átnyújtod számára ezt az arany kelyhet. Kimutatod az érzelmeidet, és segíteni akarsz neki, megérted az ő helyzetét, de mi történik? Ő zárkózott, vagy nem meri ezt elfogadni, ezt a közeledést, vagy nem veszi észre. De őrizd meg a belső nyugalmadat, és az érezhető itt vasárnap, hiszen megvan a harmónia. Lehet, hogy ő is megnyugszik, és közeledik hozzád. Irányítani fogja az eseményeket, az egyik partot lezárja, lesz egy új irány, de még nem látjátok azt, hogy hova érkeztek, de megbízhatsz bennem. És itt megjelensz újra, mint egy királynő, de ezúttal uralkodsz a levegő eleme felett. Az jelenti a felszabadulás érzetét, a könnyűséget, az ötleteket, a terveket, és jelenti a beszélgetést, jelenti a döntéseket is. Először figyelj oda arra, hogy ő mit akar. Mit zárt le? Melyik partot hagyta el? Milyen irányba mozdul ki? És ha ezt meghallgatod olyan nyugodtan, akkor kimondhatod a véleményedet, hogy egyetértesz-e ezzel, vagy vannak nálad más ötletek, ez is lehet. Az a fontos, hogy meglegyen a nyugalom, a közeledés, és legyen egy közös terv. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!